Szép estét kívánok, ez a 10 perc, remélem, hogy ma este is velem tartanak. Gondolom, hogy ismerik a Csokoládé című filmet, ugye teljes mértékben felkavarja a francia kisváros életét a újonnan nyitott csokoládébolt, és a kisvároska lakóit teljes mértékben arra készteti, hogy a csokoládét valamilyen szinten el tudják fogyasztani. Vágykeltő is, és teljes mértékben felkelti az érdeklődést. Úgyhogy ez valójában így van-e? Egy szakavatott szakértőtől ma teljes mértékben reméljük, hogy megtudjuk. Orbáni Bernát Mónika, szia! Szervusz, ja, szervusz mindenkinek! Ismered a filmet? Igen, láttam többször is. Tényleg valójában ilyen hatással van a csokoládé az emberekre? Igen, elsősorban a valódi csokoládé, mert ugyebár most itt erről beszélünk, sajnos sok olyan egyéb csokoládénak mondott csokoládé van forgalomban, ami nem kimondottan magas tartalmú csokoládé. Hát igen, sajnos ez így van. Ugye főleg most, hogy jön majd a húsvéti időszak, és főleg ezekről beszélünk. No, csokoládé. Hogy kerültél kapcsolatba a csokoládéval? Hát ez egy nagyon hosszú út. Elsősorban a szőlő és borzselével kerültem kapcsolatba, és ezt később jöttek ezek az ötletek, hogy hogyan lehetne egy kicsit másképp, egy kicsit újonnanban, és elsősorban a borhoz, a borkóstoláshoz egy teljesen új aspektust megmutatni. Mert ugye a családod borászattal foglalkozik. Hát elsősorban szőlészettel, bár 2 évvel ezelőtt elkezdtük a borászatot is. Hát ez egy hosszú út, egy hosszú folyamat, és még nagyon sok munka áll előttünk. Borbombonokat készítesz. Ezt hogy kell elképzelni? Egyáltalán innen indultál ki, hogy megvolt a borzselé? Elsősorban onnan indultam ki, hogy szőlővel kezdtünk el foglalkozni, és hát azért mindenki tudja, vagy legalábbis el tudja képzelni, hogy maga a szőlőművelés, a szőlészet, az nem egy kimondottan nőies terület. És én azon gondolkodtam nagyon sokat, hogy hogyan lehetne ehhez a szőlőhöz beilleszkedni, de mégis egy kicsit nőiesebb vonalát kitalálni. És én régebben is készítettem lekvárokat, készítettem bombonokat a barátaimnak, de így együtt a kettőt még sose próbáltam. És 2013-ban készítettem az első szőlő zselét, nem is zseli, inkább lekvár volt még, és egy teljesen véletlen egy álom volt, hogy hát ezt ki kéne próbálni együtt a kettőt, és hát nekiestem és kipróbáltam, családon leteszteltem, barátokon leteszteltem, és pozitív visszajelzéseket kaptam, és így kezdődött tulajdonképpen az egész. De szakmádat tekintve nincs közöd sem a cukrászathoz, sem a csokoládékészítéshez? Nem, nincs. Ez később jött, előbb autodidakta módon, internetről, könyvekből, utána olvasva próbáltam megtanulni a bombonkészítés fortéjait. Egyáltalán felkutatni, hogy melyek azok az eszközök, amik segítik is ezt, és minél szebbek, jobbak lesznek. És utána mentem el a Csokoládé Akadémiára tanulni. Akkor ezek szerint rögös utat Igen. jártál be. Igen, elég rögös volt az út. Milyen a jó csokoládé bombon? Hát ugye elsősorban maga a kakaótartalom meghatározza a csokoládénak a mienségét. Itt értem azt alatt a magas tartalom, ugye az így csokoládét, maga az összetétele, ugye a tejcsokoládéban tudjuk, hogy már van cukor és tejpor javarészt, ugye a fehér csokoládé, azt meg tudjuk, hogy nem is csokoládé, mert nincs kakaótartalma, csak kakaóvaj tartalma van. A jó csokoládénak ugye minél magasabb a kakaótartalma, textúrájában minél finomabb, ugye a szemcse szemek, azt szinte észre se lehet venni, amikor egy darabot bekapunk belőle, akkor szinte olvad a szádban. De kimondottan egy pici darabból is igazán maximálisan csokoládé ízt érzel.
Hát és akkor a csokoládé kóstolásnál, ugye, amikor letörünk egy darabot, az roppanjon, az azt jelenti, hogy nagyon jól elő lett kristályosítva a csokoládé, és hát a gyönyörű a színe, fényesnek kell lenni a csokoládénak, akkor készült úgy, ahogy a nagykönyvvel le van írva. Mennyi ideig tart egy ilyen bombon elkészítése? Hát egy darabra vetítve azért nem olyan egyszerű, de a menetéről annyit tudok mondani, hogy ahhoz, hogy egy adagot elkészítsek, az egy tábla, az körülbelül 24 darab. Van 40 darabos is, de most 24 darabról beszélünk, akkor is legalább minimum egy kiló csokoládét fel kell olvasztani. Az van egy megfelelő gép hozzá, abba felolvasztom, előkészítem maga a formát, ugye elő kell egy kicsit melegíteni, a csokoládét elő kell kristályosítani, és akkor úgy lehet elkezdeni egyáltalán a munkát. Utána, ha elkészítem a hüvely részét, akkor tulajdonképpen még ki kell azt hűteni, utána be kell tölteni, újra kihűteni, utána le kell talpalni, újra kihűteni. Tehát akkor ez egy ilyen nagyon kis pepecselős munka. Igen, ez egy hosszú folyamat, ha így egy darabra vetíteném le, de hát azért egyszerre én 4-5 kiló csokoládét szoktam beolvasztani, és akkor legalább 20 táblányit készítek el. Hogy döntöd el, hogy milyen töltelékkel töltöd meg? Hát van már egy sorozatom, amit kimondottan borkóstolók mellé találtam ki. Én ezt a borokkal össze szoktam kóstolni, főleg ha valami újdonság kerül elő. De ugye amit a családom termel szőlőt, és azokból készült borok mellé készítem úgy a fehér szőlőkből, mint a vörös szőlőkből. És hát van azért egy kakukk tojás, amit bornapokra szoktam csak készíteni a rozéból. Ugye az nincs szőlőben így konkrétan, azt kimondottan csak borból készítem. Ugye a konyakmedgyet általában mindenki ismeri. Ehhez hasonló akkor ez a borbombon is? Hát ez nem vagy igazán. Vagy nem szabad összehasonlítani? Ezt azért nem szabad összehasonlítani. Maga a hüvely az, hogy itt csokoládéból készül, kézzel készül, ez a része igen. Én nem folyékony állapotba teszem bele a borzselét, és per pillanat még nem alkoholos formában. Ugyan vannak kísérleteim, hogy alkoholt visszapótlom, vagy beleteszem a szőlőzselébe is az alkoholt, elsősorban ugye a eltarthatósága szempontjából, de Isten igazából soha nem folyékony állapot, nem bort teszek bele tulajdonképpen. Akkor lenne hasonló, ha bort tennék bele, és akkor egy szemmazsolát, ha beleteszek, ugye az az aszalt szőlőnek a megfelelője, és akkor tulajdonképpen akkor kapnám ugyanezt. De annak egy kicsit másabb az összetétele, de a végeredménye abból a szempontból, hogy a zselét is egy idő után a csokoládé felszívja. Mint ugye a konyakmedgynél sokszor észleljük, hogy jaj, nem tették, de beletették, csak a csokoládé elkezd dolgozni, és felszívja. Ugyanis a konyak ugyanúgy ott marad a csokoládéban, csak már nem folyékony formában. Akkor jól választottál, hogy nem a szőlőt metszedés és a szőlőműveléssel foglalkozol, hanem bent és ezeket a finomságokat készíted? Hát közelebb áll hozzám, bár azért igyekszem, még ha nem is olyan nagy mértékben, de kicsiben azért kivenni a részemet egy-egy rész munkánál, de bevallom őszintén, hogy erre van csapatom, akik ezt nagyon-nagyon-nagyon nagy odaadással és tényleg nagyon nagy lelkiismerettel végzik. Ugye ezek kézműves termékek. Ma nagyon divatos szó ez, hogy kézműves valami, tehát visszatértünk azokhoz az időkhöz, amik tényleg valójában kézzel készítették. Van piac? Most talán egyre szélesebb, egyre nagyobb réteget érint, hogy inkább egy kicsit több pénzt adnak ki egy-egy cikkért, de az egy élvezetesebb, az tényleg valóban azt tartalmazza, amit ígérnek, és valóban egy ízélményt adjon. Mert készülhet valami kézművesen, ha nem adja azt az ízélményt. Ez a legfontosabb, hogy valami különleges legyen. És a tartalom az tökéletes. Milyen a visszajelzésed? Hát egyelőre mindenhonnan, aki még eddig kóstolta,
pozitív maximálisan. Nagyon sokszor, sok esetben előfordult, hogy kértem, hogy ne is mondjon semmit, én az arcáról láttam mindent tulajdonképpen. Amikor az ember kezébe veszi, megszagolgatja, megkóstolja, akkor onnantól kezdve annyira megváltozik az arc mimikája, hogy nem kell mondani semmit se. Említetted, hogy hozzákóstolod a borhoz. Ugye a mai trendben teljes mértékben benne van, hogy az édességhez, főleg a csokoládéhoz most már nem az édes fehér borokat, hanem inkább a vörös borokat kínálják. Így van ez? Tehát más a textúrája? Mindennek megvan a helye, ugye az édesbor az desszertbor. Akkor azt a végére egy olyan töltelékkel kell kóstoltatni, ami kimondottan egy desszert jellegű. Az én bombonjaim azok elsősorban nagyon minimális cukrot tartalmaz, valamennyit a zselésítés miatt kell beletennem, hisz a pektint az köti meg tulajdonképpen. De összességében nagyon vigyázok az arányokra, hogy ne veszítse el a zselé, vagyis a szőlő az a fajta, azt az ízvilágot, amit képvisel. Tulajdonképpen, ha megkóstolod, egy kicsit emlékeztessen arra, mint hogyha most letéptél volna egy fürtöt, és egy szemszőlőt bekaptál volna. Ugyanazt az ízélményt adja. Édes az életed? Igen. Örülök neki, és hát reméljük, hogy minél többen megkóstolhatják majd ezt a finomságot. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Önöknek köszönöm a figyelmet, találkozzunk legközelebbi. Szép estét!